Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a televízió nézőket. Számos beruházás, fejlesztés történt meg az elmúlt időszakban, városunkban és a térségben. Elég, ha csak a Kátai Gábor kórház bővült gépparkjára gondolunk, vagy éppen Tiszafüreden az nemrégiben átadott orvosi rendelőre, illetőleg itt a Kisfürdő területe mellett megtalálható rendezvény központra. Hogyan értékeli ezeket? Miért fontos ez a város és a térség életében? Én azt látom, hogy dinamikusan fejlődik a térség, hiszen van mit behoznunk, ennek a térségnek van mit behoznia, szépül, épül, egyre több fejlesztés történik, és ez látszik Karcagon is, hiszen ha elmegyünk akár a piaszcsarnoknál, látjuk azt, hogy az én gyerekkorom óta szinte teljesen úgy volt ez a, talán úgy hívtuk, hogy csirkepiac, vagy baromfi piac rész, a zöldséges piac résszel, azt látom, hogy nagyon szépen megújul, megújulnak az iskolák, ha valaki elmegy a Kovács Mihály iskola előtt, az látja azt, hogy nagyon megújult, nagyon szép. Ha valaki be tud menni, én jártam egy bejáráson, új részek vannak hozzáépítve. Aki oda járt abba az iskolába, az rá se ismer belülről, mert teljesen megújult, teljesen 21. századi körülmények között vannak. És hát ahogy említette ön is, és hát így hívtuk én is, hogy Kisfürdő, hiszen ez az karcagi Akácliget strandfürdő, de a karcagiaknak mindenkinek a Kisfürdő, hiszen a nagyfürdő a Berekfürdő volt. Ott is egy nagyon csodálatos rendezvény tér, egy rendezvény terem épült meg, kiszolgáló helyiségekkel, konferenciáknak, rendezvényeknek, vacsoráknak, akár esküvőknek, lakodalmaknak is helyt tud adni. Én azt gondolom, hogy egy olyan szolgáltatás lett a strandfürdőbe, ami meg tudja hosszítani az ott eltöltött időt, hiszen a karcagiak szeretik a termálvizet, a karcagi fürdőnek a vizét, de akik messzebbről jönnek, vagy akár rendezvényeket, egy konferenciát megtartani, azoknak nagyon jó ez a strand. És igen, a környéken is nagyon sok dolog újult meg. Tiszafüreden, piaszcsarnok, új orvosi rendelő, Abátszalókon a strand újult meg. Tehát aki megtehette, és néhány alkalommal a családdal voltunk Abátszalókon, aki évekkel ezelőtt volt, az nem ismer rá akár Abátszalókra. De Berekfürdőn is most fogjuk átadni a rendezvényteret. Én azt gondolom, hogy az egész környék megindult egy fejlődés útján az elmúlt 8-10 évben, és én abban bízom, hogy ez a fejlődés továbbra is folytatódni fog, hiszen tervek vannak, elképzelések vannak, és hát látni fogjuk azt, hogy ez a fejlődés nem áll meg, mert nem állhat meg. Képviselő úr említést tett a Kovács Mihály általános iskolai tagintézményről, de a középiskolák vonalában is újítás történt, hiszen a Szent Anna és Sámuel református gimnázium, technikum és kollégium nemrégiben került átadásra. Így van, egy különleges és egy érdekes fejezete Karcag oktatás történetének, hiszen egy nagymúltú középiskola, a Szent Annai Sámuel mezőgazdasági szakközépiskola és gimnázium, amit mindannyian Tekónak hívjuk. Én azért tartom fontosnak, hiszen ez az intézmény egy karcagi intézmény. Nagyon sokan jöttek ide a környékbeli településekről, nagyon sokan tanultak itt, hiszen a kollégiuma mindig tele volt, de én azt tartom az előnyének, hogyha a karcagi mentalitás, a karcagi gondolkodás jön át ezen az intézményen. Hiszen egy távol Budapesten, egy minisztériumban, egy főosztályon nem olyan gazdái ennek az intézménynek, mint hogyha karcagiak, akár a karcagi református presbitérium, a karcagi református egyház dönt, hiszen nekünk az az érdekünk, hogy ez egy jól működő, a hagyományait tiszteletben tartó, és egy olyan iskola legyen, ahova szívesen jönnek a környékbeli településekről és Karcagról is a diákok. És én azt gondolom, hogy ezzel csak erősödik a karcagi oktatási rendszer. Térjünk át a turisztikára. A Tiszató térsége környéke képviselő úr szerint milyen szezon zárt, amely most egy rendhagyó szezon volt? Én nyár elején azt gondoltam, hogy egy jó szezont fog zárni, hiszen a Tiszató térségébe beletartozik Berekfürdőtől kezdve Tiszafüred, Abátszalók és a környékbeli települések. És
A koronavírus járvány, amikor a tavaszi zárlatok fel lettek oldva, akkor az emberek szerettek volna elmenni egy kicsit nyaralni, egy kicsit pihenni. Külföldre nem mentek, és én azt gondolom, hogy nagyon jó is, hogy az emberek belföldön nyaraltak. És keresték azokat a helyeket, hogy hol lehet nyaralni belföldön, a Balatontól kezdve, a Velencei tó, és felfedezték a Tiszatavat is. Nagyon sokan jöttek, és én találkoztam a Tiszatónál olyan turistákkal, olyan itt pihenőkkel, akik a Balaton partjáról jöttek, akár minden évben külföldön, egzotikus tengerparton nyaraltak, és rácsodálkoztak, hogy Magyarország milyen szép, milyen csodálatos helyek vannak, és azt mondták, hogy persze, ha feloldják ezt a korlátozásokat, akkor el fognak menni következő nyáron azokra az egzotikus helyekre, ahova eddig jártak, de le fognak jönni ide a Tiszatóhoz, mert csodálatos. Én is a családdal együtt többször voltam lent Tabátszalókon, a strandon, hatalmas élmény. És hatalmas élmény Berekfürdő is, hiszen minden karcaginak, minden itt élőnek azért hozzátartozik az életéhez a karcagi kisfürdő és Berekfürdő is. Ha behunjuk a szemünket, akkor meg tudjuk mondani, hogy melyik strandon vagyunk, hiszen más illata van a karcagi fürdővízének, más illata van a Berekfürdői víznek, úgyhogy mi becsukott szemmel is meg tudjuk mondani, hogy melyik strandon ülünk, hol vagyunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a mi életünk része. A Tabátszalókon nemrégiben került sor a térségi polgármesterek részvételével egy megbeszélésre, ahol Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos is jelen volt. Hogyan zajlott? Hát ez a Magyar Falu program, hiszen azok a települések, amelyek 5000 lélekszám alatt vannak, azoknak egy kormányprogram fejlesztési lehetőséget biztosít. Ezek akár temető, karbantartás, utak, járdák, szociális intézmények fenntartása, akár elhagyott házak megvásárlása, üres telkek közművesítése, tehát az a lényeg, hogy ezek a kis települések, ahonnan költöznek el a fiatalok, ilyen például a falusi csok, hogy ott maradjanak, költöznek el a fiatalok, kevesebb a munkalehetőség, de mégis ezek a kis települések tudjanak olyan életszínvonalat biztosítani, hogy a fiatalok ott maradjanak, az idősebbek is jól érezzék és komfortosabban érezzék magukat. Tehát ez a kormány biztos, akihez tartozik ez a terület, a Magyar Falu program, Gyopáros Alpár eljött a környékbeli települések, kis települések polgármesterével, pedig egy jó eszmecserét folytattunk, hogy mire lehet számítani, hogy lesznek a pályázatok, mire kell egy pályázatnál figyelni, mire kell egy fejlesztésnek figyelni. Én örülök annak, hogy Kenderes kivételével minden település képviseltette magát, mert fontos a települések fejlesztésének ez a szegmense is. Az elmúlt napokban megtartotta a Kunszövetség tisztújító közgyűlését. Melyek a jövőbeli tervek? A Kunszövetség a szívemhez közel álló szervezet, hiszen több mint 15 éve működik a Kunszövetség, és összefogja azokat a kunsági identitással rendelkező embereket, legyenek ezek akár a nagykunság, a kiskunság, vagy akár a dunántúli szorvány kunokat is, akik éltetik, átérzik ezt a hagyományt. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a szervezet megújuljon, hiszen új feladatokat kell kitűzni, több embert kell belevonni, a fiatalokat kell bevonni. Vannak pályázataink, akár esszé, történelmi pályázat, most kiírtunk egy új pályázatot, hogy videófilmeket tudjanak készíteni a kun identitásról, a történelmről, a máig élő hagyományokról, azok a fiatalok, akik érdeklődnek, hiszen a mai fiatalok már nehezebben írnak, nehezebben rajzolnak, de a videótechnikát, a modern technikát kitűnően alkalmazzák, és hát mi is nyitunk a fiatalok felé. Egyre több fiatal tagunk van. Én azt gondolom, hogy az egyik legjobb hagyományőrző szervezet, amely a kunok történelmével, kultúrájával, múltjával és jelenével foglalkozik. Augusztusban indult el az a kampányidőszak, amely a szeptember 27-i időközi választást készíti elő. Hogyan tekint képviselő úr e tekintetben a jövőre nézve? Először egy kis szomorúsággal, nem is kis szomorúsággal, nagy szomorúsággal, hiszen mindig eszünkbe juttatja azt, hogy elvesztettük idén tavasszal Karcagváros polgármesterét, Dobos Lászlót, aki személy szerint barátom volt, nagy tisztelője voltam, és egy olyan
karakán, egyenes gerincű ember volt, akit nagyon nehéz pótolni. Ez mindenképpen, ez a szomorúság mindig bennünk is fog maradni. Az öröm az, hogy a polgármesteri posztra és Domos László elhunyt polgármester úr képviselői posztjára olyan két kitűnő embert találtunk, akiben biztosak vagyunk, hogy folytatni fogja azt a munkát, amelyet Domos László abba hagyott, és újítani is fog, fejleszteni fogja ezt a várost. Hiszen Szepesi Tibor képviselő úr, aki a Dériné Kulturális Központ igazgatója, nekem általános iskolás évfolyamtársam volt. Én láttam azt, hogy egész életében egy nagyon küzdő, nagyon harcos, nagyon segítőkész ember volt, tele ötlettel, tele kreativitással. Én azt gondolom, hogy jó gazdája lesz a város kulcsának, fejleszteni fogja, építeni fogja, és biztos vagyok benne, hogy együtt a város és a leendő polgármester Szepesi Tibor nagy sikereket fog elérni. A Domos László polgármester úr körzetébe, az egyéni körzetébe pedig egy új nemzedék, egy kitűnő fiatal ember, egy kitűnő fiatal tudós tanárt, Pintér Zoltán Árpádot indítjuk. Én azt gondolom, hogy jó azt látni, hogy vannak olyan kitűnő karcagon született, karcagi gyökerekkel rendelkező emberek, akik a nagyvilágban, a tudományos életben is megállják a helyüket. Itt tanít a gimnáziumban, szerény, szorgalmas, igazi tudós tanár ember. Én azt gondolom, hogy jó képviselője lesz a körzetnek. És biztos vagyok benne, hogy sikeres lesz ez a város, hiszen lényeges az, hogy karcagiak karcagért dolgozzanak. Én biztos vagyok abban, hogy együtt nagyon jól tudunk dolgozni, csak az a lényeg, hogy szeptember 27-én az önkormányzati választáson minél többen menjünk el, hiszen fontos az, hogy mi karcagiak megmutassuk, hogy nekünk fontos a város, hiszen minden voks amellett bizonyíték, hogy fontosnak tartjuk ezt a várost, fontosnak tartjuk Karcagot, és fontosnak tartjuk Karcag jövőjét, ami a mi jövőnk, gyermekeink és unokáink jövője. Tehát fontos a szeptember 27-i választás, kitűnő jelöltek vannak, Szepesi Tibor, polgármester jelölt, és Pintér Zoltán Árpád, dr. Pintér Zoltán Árpád, tudós tanár. Én azt gondolom, hogy kitűnő választás mind a két személy. Térjünk át kicsit arra, hogy milyen eredménnyel zárult a nemzeti konzultáció. A nemzeti konzultáció egy nagyon érdekes műfaj. Egy olyan érdekes műfaj, hogy az embereket általában csak 4 évente kérdezik meg a kormányok arról, hogy mi a vélemény a munkájukról, jó-e az irány, amit folytatnak. Hiszen 4 évenként van egy parlamenti választás, és akkor szavaznak, elmondhatják az emberek a véleményüket. De az Orbán kormány egy formabontó megoldáshoz folyamodott, időszakonként, amikor nagy dolgok történnek, amikor nagy döntéseket kell hozni, akkor kikéri a lakosság véleményét. Kikéri a lakosság véleményét, hogy mi volt a véleményük a migrációról, mi a véleményük a víruskezelésről, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen tudni kell egy kormányzatnak, hogy mi az emberek véleménye, és tudni kell az embereknek is, hogy kíváncsi az emberek véleményére a kormányzat. Több mint 1.800.000 a második legtöbb visszaküldött és visszajelzett konzultáció volt ez, ami a koronavírusról szólt, és én azt gondolom, hogy látszott az, hogy az embereket érdekli, az emberek bele akarnak szólni a kormányzásba, van véleményük, és örülnek az emberek, akikkel én beszéltem, hogy látja azt, hogy a kormányzat beépíti ezt a döntéseibe. Egy párbeszéd, a lakosság, párbeszéd az állampolgárok és a kormányzat között, ez egy nagyon fontos dolog, és én örülök neki, hogy Magyarország példát mutathat akár más országoknak is, hogy kormányzati ciklusokban is kikéri a véleményüket, milyen irányba menjenek, hiszen a közös cél a közös siker. Magyarország kormánya milyen óvintézkedéseket tett meg, vezetett be a koronavírus járvány második hullámának köszönhetően? Hát az első hullámot mindenki elismerte világszerte, hogy nagyon jól kezelte Magyarország. Fegyelmezett volt a lakosság, betartottunk minden szabályt, világviszonylatban a legjobban kezeltük ezt a koronavírust. De látszott az, hogy a mérlegnek 2 serpenyője van. A vírus kezelés és a gazdaság. Most a lakosság azt látja, hogy inkább, és az a véleménye, hogy inkább a gazdaságot kell megvédeni, folyjon a gazdaság, és óvatosan kezeljük a vírust.
A kormány meghozta azt az intézkedést, hogy beutazási tilalmat és korlátozásokat rendelt el, hiszen nyáron sokan a tavaszi bezártság után szinte tombolva magukat külföldre mentek, a környező országokba, akár messzebb is, és újból behurcolták a vírust. A mai napi adatok szerint sokkal magasabb a vírushordozók aránya, mint a tavasszal, de bizakodunk abban, hogy a vakcinák fejlesztése már küszöbön áll, bízunk abban, hogy az emberek azokat a higiéniás szabályokat betartják, amely kötelező, és bizakodásra ad okot, hogy a sok fertőzött ellenére is kevés a halálos áldozat, kevés az a beteg, krónikus beteg, akire sokkal veszélyesebb ez a vírus. Most sokkal több fiatal fertőzött, hiszen a nyári bulikba, gólyatáborokba sokkal több fiatal lazán kezelt ezeket a szabályokat. Most arra kell törekednünk, hogy azok a fiatalok, akár potenciális vagy már megfertőzöttek, vigyázzanak az idősebbekre, vigyázzanak szüleikre, nagyszüleikre, mert rájuk sokkal veszélyesebb ez a vírus. Most az a legfontosabb, hogy azokra a korosztályokra, azokra az idős otthonokban élőkre, vagy krónikus beteg hozzátartozóinkra figyeljünk, akikre sokkal veszélyesebb az a vírus, és én azt gondolom, és biztos is vagyok benne, hogy jövő évre ilyenkor már mint múlt tudunk erről a koronavírusról beszélni, hiszen a védőoltások megjönnek, és tudjuk azt, hogy hogyan kell kezelni ezt az eddig számunkra ismeretlen vírust. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!